Üdvözöllek! Ebben a videóban egy érdekes programot nézünk meg, amelyen lehetőségünk van arra, hogy szövegeket titkosítsunk nagyon egyszerűen. Erről a weboldalról tölthető le, mind a downloadra kattintva, de ez angol változat, viszont hogyha az ehhez a videóhoz mellékelt változatot töltöd le a videózan folyamról, akkor az magyar lesz. Hát véletőleg majd idővel egyébként ide is bekerül a magyar változat. Szóval, igazából ez így ennyi lenne, egy darab fájl, ezt el kéne indítani, és meg is jelenik a tálcán. Ez úgy működik, hogy először is kattintsunk rá jobb egérrel, és titkosítás, visszafejtés, gyors billentyű módosítása. Ezzel a gyors billentyűvel titkosítható egy szöveg, vagy egy szövegrészlet. Ez a Ctrl Shift és az E jelenleg, de ezt lehet itt tetszőlegesen módosítani. Ebből a listából kiválasztva, illetve itt ezeket letiltva vagy engedélyezve. Most akkor ezen hagynám. Oké. Van itt egy kis szöveg. Ezt szeretnénk most titkosítani. Ez úgy működik, hogy ezt ki kell jelölni. Persze ez lehet akármilyen szövegszerkesztőben tulajdonképpen, vagy akár egy e-mail is lehet. Lenyomjuk a Ctrl Shift és E billentyű kombinációt. És a jelszó az angol maradt, ezt majd, hogyha lehet, akkor kijavítom. Illetve van itt egy ilyen lehetőség, hogy emlékezzen rá. Ez azt jelenti, hogy amíg a programot nem zárjuk be, addig nem kell újra megadni a jelszót megint. Na most akkor ezt kiveszem, és akkor megadom a jelszót. Enter. És látható, ez itt a titkosított szöveg. Beleértve ezt és ezt is. Ha szeretnénk visszafejteni, akkor megint meg kell nyomni a Ctrl-Shift-E-t. Megadjuk újra a jelszót, és már is visszakaptuk az eredeti szöveget. És ez így igazából ennyi. Most akkor még egyszer Ctrl-Shift-E. De most akkor ez az emlékezzen rá, ezt bekapcsolom, Enter. És ha most ezt szeretném visszaalakítani, Ctrl-Shift-E, akkor ez megtörténik automatikusan, illetve mostantól nem kell megadni a titkosításnál sem a jelszót. Persze ez működik például e-mailben is. Itt van valami szöveg. Kijelölöm, Ctrl-Shift-E. És már is ezt a titkosított szöveget tudjuk elküldeni annak, akinek szeretnénk valamilyen titkosított e-mailt küldeni. Persze célszerű úgy erős jelszót megválasztani. Tehát ne egy ilyen pár karakteres, nagyon egyszerű szó legyen, hanem valami bonyolultabb, lehetőleg legalább számokat tartalmazzon, de hogyha speciális karaktert is tartalmaz, akkor az még jobb. Tehát ilyenekre gondolok, mint speciális karakter. Az még szerencsésebb, és ha valakinek ezt elküldjük, akkor ő ugyanúgy fogja kijelölni, Ctrl-Shift-E, megadja a jelszót, és akkor megkapja az eredeti szöveget. Persze ezzel tárolhatunk szövegeket is, akár egy TXT, vagy tulajdonképpen bármilyen olyan fájlban, amiben szöveget lehet tárolni. Ha pedig a gyors billentyű nem megfelelő, akkor azt itt át tudjuk állítani, tetszés szerint.